elmésznek a fülemnek, egészen nyomják ezek a fiúk. Ha hűsös, menni fog! Épp a szabát! Na figyelj, kötöződöm, majd meghittet így állom. Kocsát el! Ah, megvan! Igen, igen lesz! Rajta! Menni fog! Rajta! Jobbra! Nem, bal! Miért mondod azt, hogy bal? Épp az égen balra értem. Épp az égen jobbrát mondja, de aztán jöhet a nem bal. Na, nézzük! Ó! Ezt elszívta. Szívás öreg! Végre most aztán végre. Kiderül ki, hogy tudod ezt. Mi történt? Nem tudom, talán állam szület. Holti tévézkedtek, miközben épp eszélyre szakon bűszörgetek. Roxy, ez épp neked jött. Kedves kis Roxy Sparks. Nagyon hálás lennék, hogyha átjönnél. Meglepetés van neked. Kinevezünk magát egy drága örököstek, aki pont örökölt a vatad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 
Oliver Sparks volt az egyetlen üknagyapád. Tudod, hogy mit jelent? Igen, lehetünk kubészni. Nem. Végre nem bizonyítható, hogy igazi harcos vagyok. Csá, nem nem vissza. Pedig az ízben tényleg ő lesz majd a mi kis kincsünk. Ő? Viszont nem tud semmit. Na, de ennek büszkék leszel. Mindig is büszke voltam rád. Na, akkor szokszik el. De mi az a patálja? Képzeld! Megvan rá jegyem ahhoz, hogy szépen elmehessük mi arra a családi látogatásra. Családi látogatás. Még ilyet családi látogatásra nem hosszú. De bizony, épp egyszerűen majd téged is elviszlek. Valahogy furább az elkerül, nem gondolt? Hagyjuk rá az kis időt. Tudja, mit mondanának ezek? Az, hogy Roxy éppessége megörökölte az én apukámat. De ő nem egy nagy lány, csak egy gyerek. Na hallja engem át, ember. Az összes fajtát én szülőszem, lehetne felnőtt tiszte, nem? Ő azt hiszi, hogy felnőtt, mivel hogy ő lett volna az egyetlen király. Egyetlen király. Megvan. Roxy lehetne az uralkodó. Majd a békön nagyon finom. Teszed le rögtön? Figyeljen ide, uram. Itten szége nagy hatályos tévedés áldozat. Ha azt hiszi, hogy éppen bántani mehetszed a kis húgomat, nyakleveszt kap a fejére. Menjenek ki fejére azonnal. Menjünk innen. Roxanne, édes kicsi lányom. Nagyon örülök, hogy itt ellátlak. Tetszik itt a pénz? Ez összezár pénz. Köszönöm a lázattal. Oké, fiúk, elezhetitek. Te nehéz vagy, a kutya meg a váját jön. De aztán meg ne fulladj. Na hát, nem gondoltam. Maga még van kedve tréfálkozni? Nem te úgy, csak éppen jövezgetem. Akkor hallgasszom, mert magát is leültetem. Gratulálok, pajtászban elmehet. De csak azért, hogyha legalább láthatná, hogy éppenszége láttam ezt a démont ottan. A démont? Hát ennyi hisz abba a bajoszati jelekben? Az ő mértő egyáltalán nem papunás. Ez már megijesztett az észvész, és ezt a polszánnál kell kopogni.
Tudna valaki, hogy kell kopogni? Fiú, azt hiszem nagy veszélyben. Attól tartok, hogy el kell jutatnunk a helyszínre. Szerintem a kommandot, a legjobb harcosokból. És semmi persze, ha te ítélünk azt a tisztát. Na, szerint, mint a 3 milliárd ember, annyira vagyunk. És mi hányan vagyunk? Mondjuk úgy, hogy 3, mert az egyiket elrabjuk. Mint a 3 milliárd. Nem, az kezdve. A végükről mit tapadnak. Ezért nem eszik szörnyet, vagyok mentő? Azt hiszem. Az ők apámtól örököltem ezt a szépséget állam otthon, amit meg lehet idén. Rendkívül fel, ami pontosabban eltűnik. Mi szóval? Csiszolvány! Uram, de ne a kívül. Ha értek, hogy nem vagyok sem. Nem akarok, hogy majd. Hadd el hozzá a mintájukat. Mi enne, hogyha maradnak? Szegít nekik? Mint a szűz? Baszolja után hozzád ezt. Fönnök, végig hogy fogunk elkenni a takizmát? Úgyhogy szépen nyakára szűzzük a balszert. Amikor megszereztük a balszerzét, akkor miért lesz, hogy ők nem lesz? Túszkálok! Hides is kapitál! Ezt hallottam el aztán! Nyomált gyerekek! Indulunk kis hullázba! Itt hoz a kis cicát is! Jó, én még a nyakán azt hozza a kis cicát. Na, ez kére. Még jó, hogy legalább nem hoztál magaddal a macskát. No, de ne tatoljázzuk, hanem indulás. Ismertünk, Isten felét kis szádi fészkünk. Alig érzem a talajt. Csak csit. Ha volt, tetszik nem ide jönni. Ma megint pont ez a mária. Na jó, figyelj, haver. Menné itt a pátikben. Azt akartam mondani, hogy épp eszége Roxanról van szó. Roxi. Ott drága lányom visszajött. Santa Maria, ha-ha-ha. Dök az agyam, én megtolkik. Hé, gáz, nem látjátok, hogy épp eszéggel kólát iszok? Legközelebb inkább Lymont veszünk neki. Az jó. Muszáj volt ide jönnünk? Persze. Mert éppen az apukámat várom. Az apukádat. Na és ki? Hát az ott. Hihetetlenül. Ha tenni az a ilyet, Roxy, hol van a kis tacsod? Hát itt áll velem szembe. De megmondanád, hogy miért nem menjünk oda fel? Költözés van. Attól tartok, hogy ide költöztetnek. Éppességgel nem tettem. Semmi más, mint hogy éppességgel. Elhalkuláztam magam. Szegélytett az a kis ürge, de miatt ne félj. Amúgy is,
Bármit is mondasz, én mindig itt leszek. Én kicsi lányom. Hallotta ezt. Azt mondta, hogy ő a kis kedvence, de nem sokáig. Haj, majd valamikor letámadjuk. Aztán még milyen kerek vár. Őre is figyelmeztetem magukat, hogy itt tutia nem úszák meg szálazon. Mész onnan, de rögtön? Ahogy. Óhajtja. Felséges úr. Hogy csinálta ezt a hipnotizálót? Attig, hogy ki ellen fogom hipnotizálni. Most mondd meg őszintén, miért potrok színenne az ő apukára? Szerintem ez közönség az bűnöző. Jaj, nem mondj ilyeneket. Magadhatnám, hogyha tudnék. Valamit kéne tenni ez ellen. Talán esetleg őtőre kérhetnénk. Nem szívesen mondom nektek, gyerekek. De ugye tudtátok, hogy épp az égen most mennek az ebédlőhöz. Utána kéne mennünk. Épp ezért kénünk kell valakitől egy kocsit. Hallod ezt, Tori? Talán elcsíphetjük Roxit. Elkaphatjuk és szépen hazavisszük. Nem lehet, hogy egy izike-picikét túl féltékeny vagy. Csönd! Ez az egyetlen szélünk. Mit kezdnek magunkat? Jaj, nem is gondoltam, hogy neked ilyen járványod van. Hát, csak ez kiszállítál. Nem hiába mondok nektek, de valószínűleg a kocsimat vitték el. Totál színes. Mit akar még itt? A pajtászok idejű 11 részén. Köszönjük, hogy a pajtászok éppen megmondta. Vagy úgy. Na, lent van. Tiszteltem. Jusson, kezd le helyreállítani a lelkiendel szója. Hát, hiszem csodásan. Igen, örülök. És ez példátlan sziken a pszichis popona hátalmat megisztézi. Köszönöm, minden jót. Jó, fiúk. Kezdődjék romban. Maguk balmok mit csináltak? Jaj, értem. Akkor mind ki vannak rúgva? Magamnak kell helyre tenni a dolgot. Mondjuk, járt itt nála tegnap az a... Ismerjük valóban. Illetve egyszer, amikor egy beszélge üsörögtem. Aztán eltűnt. Na jó, azt hiszem eleget tudok. Állj meg! Hogy vezettél úgy? Bocsi, csak gondoltam így sikerült. Na mindenki kiszállni. Szóval szállattom, nyomát vesztettük. Az egység itt neki. Az a lényeg, hogy Odinnak, vagyis hogy Roxinak nem veszett baja. Miért néztek írva? Lefogadnám, hogy ez rossz ötlet. Addig visszaszedjen, amíg meg nem találtad Roxant. Ugyan már csak mélyészkedtem. Ugyan már legalább beszéljük meg a dolgot. Nézzétek, kitaláltam. Mármint kit?
Ez kupont, aki itt feltette. Ő, ha nem tudta, hogy Roxy nem tanított. Akkor lehet, hogy oda vitték. Jason, vissza a bázisra. Gondoltam, hogy te játszod el a Dr. Hablát. Dúlj el, bőrhajó, nem látod éppen mi itt a bálra? Hát, az kibánhatja. Főnök, Feroszkót, ismétlen Feroszkót. A nyúl bekapta a horkot. Na hát, Bultus, mit kezdhet itt? Megutatod azt a bénítóütést. Bármit, hogy neked? Ó, én ilyet nem tennék. Na most jó, figyelj. Látod ezt itt? Ezt az alakot kell. Oké, ezt bízd a profikra. Na, ezt nézd meg, Galaxia, amit találtam. Innen elküldött, vagy jobb betetebb, de tíz úgy, mintha épp beszélgel, vagy bén után. Az én kiszínányom el fogja tipolni az eszem, biztos. Lápszi, még ezt nem fűdök többet, de lett valami hír Oxidon. A nyomok arra vezetnek, utána mindenki. Várjuk. Nem az kapaszkodj, hogy szíveted, hogy összeszabad. Én mennék haza oszlopod, ami ahogy mondod. Mindjárt ott leszünk, ne aggódj. Én inkább ezen aggódok. Oké, most váltasz. Hova kerültünk? Nézelek szabadra, már megint ezek a mi munkák. Oda néz! Nem tudom, hogy lehetek járászom, köszi. Valaki itt az állt, és végre szabad vagyok. De vidd a bászikához, én megkezdem Roxit. Nos, drága hukikám, mutasd be a pár trükköt. Ez a lenne. De munka, lányom. Ez attól jól teljesítetted a küldetésed. Mitől? Azt hiszem egy valakinek kell kipróbálni. A hosszú hajón a nevedet az Olisz Pártól. Nem elészed őt bántani. Krista, tűnj onnan, jaj. Az én kiszi lányom lázd a baját. Figyú, épp eszége megment az életed. És nagyon halakszom át. Kirúgtatok, és végül nem hagytátok tévészkedni. Figyelj, mindig ez valami te akarsz. Azt hiszem, nem gondolsz arra, hogy mi történik? Emlékezz arra, amikor épp eszegye barátunk voltunk-e. Barát. Látod a baját, vasszám? Mindjárt, ez persz. Ez biztosan Nessus volt. Van egy jobb ötletem. Lévezem! Nezel! Nézzenek oda, még ide szabagolszik. Ne féljetek, van neked bírító esítésem. Krista! Őkségednek vége! Mótus, távolok az ember, elárult az egész családi népet, szégyen magad. Fi, vagy a kislány fogja megbánni. Rosszét. Hih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 
Loxi, te megmentettél. Megvédítottad, de miért nem mondtad korábban? Nagyon sajnálom, Fatal, de attól tartok, nem vagyok a te lányod. A lányod éppen itt van. Melyik az én lányom? Hol van az én kis lányom? Ott van elveszve a dzsungelben. Nem a psi, itt vagyok. Drága Loxikám! Szerint maga meg? Ez szélhámos! Teszünk! Csak kerüljenek kezem közé! Ami téged élet, ezt azért kapol, mert te nem kaptál az pénzt. Nyugodjatok meg már! Kárzen, Nike viszont két hétig tart. Jonadin, véletlenül mit is akartál mondani most azzal, mióta fent vagy? Igazából csak annyit akartam mondani, hogy miért nem húfnál be Pistihez mentem a kiállságba. Tesszél gyűlölet!